Egy pert játszanak el a szakemberek és a színészek a Pécsi Egyetemen szerda délután. Egy gyermek elhelyezését kell megoldani, aki fogyatékkal él. Márton a főhős, aki egy látássérült középiskolás fiú, nagyon bonyolult családi háttérrel, akit éppen egy harmadik személynél, tehát a nagynénjénél helyezett el a bíróság. Az egész történet elején ugye a videóból kiderül, hogy az iskolában bullying áldozata, iskolai zaklatás áldozata folyamatosan nem kap segítséget. Az iskola részéről nincs meg az a támogatás, amit amúgy az iskola maga eredetileg vállal. Az egyetemen működő támogatószolgálat és a jogi kar közösen hozta létre ezt a perszimulációt. A fogyatékos emberek világnapja december 3-án van, és ezzel a szimulált perrel, illetve az azt követő alternatív vitarendezési módszerrel mutattuk be azt, hogy egy gyermek esetében hányféle megoldás lehet, jobbítás lehet abban az esetben, hogyha az egyes szakterületek összefognak. Ezen az eseten keresztül akarták bemutatni a szervezők, hogy mennyire fontos a szülő, a család, a szociális területen dolgozók és adott esetben a jogi szakemberek összefogása, ha fogyatékkal élő emberek élethelyzetén akarnak javítani. A szervezők célja a szemléletformálás ezzel, hogy hasonló esetekben sikeresen oldják meg a fogyatékkal élők problémáit. Egyébként a Pécsi Tudományegyetemen több programot, előadást is tartottak ezen a héten a fogyatékos emberek világnapjához kapcsolódva.